Van még egy témánk, amivel kapcsolatban a bejátszást elengedjük, hogy tudjunk róla beszélni, hogy ugye a Magyar Úszó Szövetség vizsgálta a Túri Györgyel kapcsolatos vádakat, és hát elég sokat megalapozottnak talált. Ami fontos, azt nem, hogy szexuális zaklatást követett volna el az edző, azt viszont igen, hogy hát... Korábban sokkal gyakrabban alkalmazott testi fenyítést, aztán utána a 2000-es években már ritkábban, viszont abszolút bevett eszköze volt korábban a pofon, edzés közben alkalmazott hosszú nyelűbot, és a nőkkel kapcsolatban nagyon gyakran használta azt, hogy kinek milyen súlya van, és hogy ezek visszamenőleg is nagyon mély nyomot hagytak a versenyzőkben, ő ezekért bocsánatot kért, és azzal indokolt, hogy általában fegyelmezetlen volt a versenyző. Ez volt a hírekben, én mégis inkább arról beszélek, ami nem került be a hírekbe, hogy ugye nagyon sok javaslatot is megfogalmazott az Úszószövetség azért, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek az ilyen esetek. Például az edzői licenc megszerzésének a szigorítása, vagy az, hogy az áldozatok segítése hogy működik, hogy az edzőket lehessen valahogy kontrollálni, a jó gyakorlatok megismerésére őket segítsék, és még létrehoznak egy olyan online platformot is, ahol lehet értékelni az edzők munkáját. Erről kevesebb beszélünk, pedig ugyanannyira fontos talán. Ez mekkora fordulópont szerintetek, ez a vizsgálati eredmény, meg önmagában ennek az egész ügynek a nyilvánossága? Hát az ügy nyilvánossága szerintem már úgy azok sokkal fontosabb. Én ezt egészen máshonnan kezdeném nézni. Ugye talán azért, mert hogy gyerekekkel foglalkozom. Borzasztó állapot még ma is az, hogy a családok a gyereknek a sportkarrierjére tesz föl mindent. És az, hogy a gyereknek a sportkarrierje jó legyen, azt a gyerek is nagyon szereti, tehát nagy bárki félreértse, ez nem egy erőszak, a gyerek szereti a sportot, és melyik az a gyerek, akinek a győzelem azt, hogy megdicsérik, azt, tehát mindent feláldoz azért, hogy ott sikeres legyen. És a szülő is mindent feláldoz azért, hogy az ő gyereke sikeres legyen. Ki azért, most általánosítva mondom, de ezt higgyétek el, hogy ez így igaz. És miután az, hogy a gyereknek a karrierje hogy alakul, az kizárólag az edző személyén múlik, csapatsportba beteszi a csapatba, egyénibe, hogy indítja, hogy menedzseli, stb. Ezért gyakorlatilag a szülők, és ezekről én kapok visszajelzést, nem ilyen szinten, hogy megverjbe, de maga az, hogy az edző, nek mindent szabad, mert ha valaki kritizálni meri nyíltan az edzőt, akkor a gyerekén fogja úgymond megbosszulni. Ez az egész magyar gyereksportban egy bevett szokás. Nyilvánvalóan, hogy az úszóknál egyébként csak szeretném a jelenlévőket emlékeztetni, hogy az úszó, korosztály, tehát amikor tényleg vertünk mindenkit a világon, hála Istennek, és baromi jók voltunk, és ugye a Szécsit, Isten nyugosztalja, és a fantasztikus edző volt, de őket is kikezdték abba az időben, hogy ugyanilyen megaláztatást, én inkább ezt a szót használnám, mert nem kell szexuális visszaélés, az már egy bűncselekmény. De itt kifejezetten verbális megaláztatásokról és egyebekről beszélünk, ami egy kis kamaszkorban olyan pszichés zavarokat okoz, hogy ihaj, tehát valahol ezt az egész rendszert én nem gondolom, hogy csak ezekkel a javaslatokkal. De akkor ebből következhet az, hogy ezen túl már a szülők sem bocsátják meg, hogyha ezt hallják. Én megint azt mondom, hogy én ebben bízom, hogy ez az ügy, és ezért mondtam azt, hogy én inkább az ügy kipattanását tartanám mérföldkőnek, mert talán ráébreszti a szülőket arra, hogy ha fellépnek, akkor változtatni lehet rajta. Sajnos az a baj, hogy mindig az emberi tényezőkkel van a probléma, ugyanis a szülők között pont azért, hogy melyikőjük gyereke kerüljön be, igen. És itt van a baj, ott és a egy verseny. Kicsit olyan, mint igen. Amit az Ános mondta, hogy a korrupcióban ugye az a probléma, hogy egyik sem jelentkezik, mert aki elkövette, meg aki elkövette vesztegetés, az ugyanúgy bűnös. Ezt egy percet kellene igazságban. Bocsánat. Én nem akarom dominálni, egyetlen egy mondatot szeretnék mondani, és megint egy picit közpolitikai értelemben. Nagyon fontos, amit az Úszószövetség és Vadászanyék mondtak. Rettetesen lényeges. De ősztársadalmi szempontból ilyen jellegű kérdéseket kellene föltenni az embereknek, amit most itt pedzegetünk, és nem pedig az, hogy van-e kedve az óvodásnak nemet változtatni. Mert ezekkel a baromságokkal eltöltjük a szabadidőnket, és az embereket megagyaltatjuk, ahelyett, hogy érdemi munkával foglalkoznak. A nyilvánosság szerintem is rettentő fontos, lehet, hogy talán jelen pillanatban az a legfontosabb, de ez egy kicsikét olyan, mint az alkotmányozás, hogy visszakanyarodjak az előzőre, ugye hoztak egy csomó olyan szabályt, ami megkönnyíti a lopást, de azért nincs ebben az alkotmányban, hogy kötelező lopni. És hogy az emberi tényező múlik nagyon sok minden. Most hoztak egy csomó olyan szabályt, hogy ezeket a veréseket, meg ezeket a megaláztatásokat potenciálisan vissza lehessen szorítani, de nem a szabályokon fog múlni, hanem az embereken fog múlni. És hogyha a gyerekek, a szülők, meg az edzők, meg az a közösség, aki ott van, erre jobban figyel, komolyabban veszi, nem az a mindenáron a szempont, hogy a gyerek mindenhova jusson, ahova a szülő elképzelte, akkor siker lehet. Meg mindannyiatoknak köszönöm, és önöknek is köszönjük szépen a figyelmet, jövünk majd jövő héten is, de maradjanak itt az ATV-n, mert hogy a Kupcsa Gabriella műsora következik, aztán az Aradi Vargas és Lutter Imre, úgyhogy van program, szép estét!